A Bayern München visszaigazolná Douglas Costát, a Manchester United Carlos Tevezzel pótolná Marcus Rashfordot. Az RB Leipzig nyerte meg a Dani Olmoért folyó versenyfutást. Tartsatok velünk, hogy értesüljetek a legfrissebb átigazolási hírekről. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. A Norwich City elleni 2-1-es győzelemmel véget ért ugyan a Tottenham Hotspur góltalansági sorozata a Premier League-ben, de a klub továbbra is szeretne egy csatárt igazolni a sérült Harry Kane pótlására, és egyes hírek szerint a megoldás a Real Sociedad erőssége William José lehet. A 28 éves támadó kimaradt a Baszk gárda keretéből az Espanyol elleni kupamérkőzésen, amit a San Sebastiani Egyesület úgy kommunikált, hogy a játékos maga kérte, amíg nem rendeződik a helyzet, addig nem szeretne pályára lépni. Spanyol lapértesülések szerint William José Londonba utazott, hogy orvosi vizsgálaton vegyen részt a Tottenhamnél, amellyel állítólag már megállapodott a szerződése részleteiben. A két egyesület között viszont még biztosan nem született megegyezés. A brazil csatár 2018. októberében hosszabbította meg szerződését 2024-ig, és a kontraktusban 70 millió eurós kivásárlási záradék található. A Spurs ennyit biztosan nem fizet érte, de a spanyol Cadena Ser információi szerint a Sociedad már 50 millió euróért is hajlandó lenne elengedni. Ugyanakkor a londoniaknál a végső határ lapértesülések szerint 30 millió, így egyelőre még nagyon messze állnak a felek a megegyezéstől. Nem csoda, hogy a spanyolok szeretnék minél feljebb srófolni a vételárat, az összeg 30%-át ugyanis rögtön tovább kell adniuk William José előző klubjának, az uruguayi Deportivo Maldonadónak, ahonnan a baszkok 2016 nyarán mindössze 6 millió euróért vették meg. A brazil csatár azóta 130 tétmeccsen 53 gólig és 13 asszisztig jutott a Real Sociedad színeiben, a jelenlegi idényben pedig eddig 8 alkalommal volt eredményes a La Ligában. A jelek szerint az RB Leipzig nyerte meg a Dinamo Zagreb spanyol klasszisáért, Dani Olmoért folytatott versenyfutást. A horvát klub edzője Nenad Bjelica legalábbis erről nyilatkozott a helyi sajtóban. A tréner szavait időközben a német Sportbild is megerősítette, amely szerint a játékos tegnap óta már Lipcsében tartózkodik, és már át is esett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon. A 21 éves támadó középpályást a nyár óta több európai sztárcsapattal is kapcsolatba hozták. Figyelte őt többek között a Bayern München és egykori nevelőegyesülete az FC Barcelona is. Olmo ugyanis a katalánok akadémiáján nevelkedett, ám 16 évesen Zágrábba került, amikor a Barca megszerezte a horvát egyesülettől Alen Halilovicot. A spanyol játékos a 2017-18-as idényben már rendszeresen játszott a Dinamóban, és az európai kupasorozatokban is remek teljesítmény nyújtott. Tavaly nyáron pedig a spanyol U21-es válogatottal Európa-bajnokságot nyert. Sejteni lehetett, hogy a zágrábiak nem lesznek képesek sokáig megtartani, és idén januárban úgy tűnt, hogy az AC Milan szerezheti meg. A piros-feketék szakmai vezetésében dolgozó Zvonimir Boban igyekezett felhasználni hazai, horvátországi kapcsolatait. Olmo azonban joggal érezhette, hogy a lipcseieknél több lehetősége lesz a fejlődésre. Elvégre a Leipzig egyrészt harcban áll a bajnoki címért, és a bajnokok ligájában is versenyben van. Másrészt a német klub edzője Julian Nagelsmann híres arról, hogy jól bánik a fiatal játékosokkal. Németországi sajtóhírek szerint a németek most csak 20 millió eurót fizetnek érte a Dinamónak, de a szerződésben rengeteg bónuszt rögzítettek, amit a játékos teljesítményétől függően kell kifizetni. Az AS ugyanakkor úgy tudja, hogy a Leipzig 30 millió euróért veszi meg Olmót, amivel a klub történetének legdrágább játékosa lenne. A futballista egyébként 5,5 évre ír alá újdonsült klubjához, és ezen időszak alatt idényenként 2,5 millió eurót keres majd, szerződésébe pedig állítólag rögzítettek egy 100 millió euró összegű kivásárlási záradékot is. Az egyre jobb formába lendülő Juventus keretében a bal hátvéd pozíciója számít kicsit Lukasnak, hiszen itt gyakorlatilag csak Alexandro áll Maurizio Sarri rendelkezésére, éppen ezért portugál lapértesülések szerint a klub bejelentkezett az FC Porto védőjéért, Alex Tellesért. A torinói egyesületben az idén során az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosnak Alexandro számít, akinek a posztján gyakorlatilag nincsen alternatíva. A brazil az egyetlen vérbeli balhátvéd a keretben, még ha szükség esetén Danilo, Giorgio Chiellini és Mattia de Sciglio is tud ezen a poszton játszani. Jelenleg azonban mind a hárman sérültek, így a Juventusnak már a téli átigazolási időszakban szüksége lenne egy baloldali védőre, a fő kiszemelt pedig állítólag Alex Telles. A brazil játékos számára a Serie A nem lenne ismeretlen, hiszen a 2015-16-os idényben
21 találkozót játszott az Internacionáléban, a Portóban pedig az elmúlt 3,5 évadban alig hagyott ki mérkőzést. A jelenlegi szezonban 29 tétmérkőzésen 6 gólnál és 8 asszisztnál jár, ami jelzi, hogy támadó felfogású balhátvédről van szó az esetében. Szerződése viszont 2021-ben lejár, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy hosszabbítani szeretne a sárkányokkal, akiknek már csak pénzügyi okokból is megérheti őt eladni. Lapértesülések szerint Alex Teres kontraktusában 40 millió eurós kivásárlási záradék található, ami nagyjából megfelel a piaci értékének. A portugál sportsajtó ugyanakkor úgy tudja, hogy a Juve első körben csak 25 millió eurós ajánlatot tesz érte. Ashley Young és Victor Moses már megérkezett az Internacionáléhoz, de a milánóiak további erősítéseket terveznek a januári átigazolási szezonban. A legfrissebb hírek szerint a klub a Napoli középpályását Alant is megszerezheti, cserébe pedig az Antonio Conte által nem preferált Matias Vecinót küldheti a dél-olasz csapathoz. Az uruguayi középpályás az idény elején biztos kerettag volt az Internél, az ősz második felében pedig Nicolò Barella és Stefano Sensi sérülése miatt rendre ott is volt a kezdő 11-ben. A legutóbbi három mérkőzésen azonban már nem lépett pályára, sőt kétszer még a kispadra sem ülhetett le, amiben olasz lapértesülések szerint az is közrejátszik, hogy megromlott a viszony a Contéval. Az edzőnek ugyanakkor nagy szüksége lenne minél több középpályásra, hiszen ebben a csapatrészben jelenleg Roberto Gagliardini és Marcelo Brozovic is sérüléssel bajlódik, de Barella és Sensi is sokat hagyott ki. A milánóiak továbbra sem tettek le a Tottenham Hotspur dán játékosának, Christian Eriksennek a megszerzéséről, de olasz lapértesülések szerint a Napolival is tárgyalnak egy Alan Vecino cseréről. A nápolyiak a télen már két védekező felfogású középpályást is igazoltak Stanislav Lobotka és Diego Demme személyében, ami azt is jelentheti, hogy Alan kiszorul a kezdők közül. A brazil játékos meglehetősen ingerülten fogadta, amikor Gennaro Gattuso a legutóbbi Fiorentina elleni bajnokin az 56. percben lecserélte. Alan viszonya ráadásul a klub vezetőségével sem éppen harmonikus, amióta a Napoli tavaly nyáron nem engedte el a Paris Saint-Germainbe. A két játékos piaci értéke között ugyanakkor jelentős különbség van, ami nehezíti a megegyezés létrejöttét. Míg Vecinót a Transfermarkt 23 millió euróra taksálja, addig Alant 50 millió euróra értékeli, vagyis a Napoli alig, hanem csak akkor megy bele az üzletbe, ha az Uruguay mellett valamennyi pénzt is kap az Intertől. Már nem keres jobb hátvédet a Bundesligában szereplő Bayern München. A bajorok ugyanis az idény végéig kölcsönvették a Real Madrid spanyol játékosát, Álvaro Odriozolát. A müncheni egyesületet az elmúlt hetekben több jobboldali védővel is kapcsolatba hozták. Szóba került a barcelonai Nelson Semedo és a Manchester City-ben futballozó João Cancelo megszerzése is. A poszton a világ legjobbjai közé tartozó Joshua Kimmich mellett elsőre kissé érthetetlennek tűnik, hogy a müncheniek miért akartak jobb hátvédet igazolni, de a német válogatott játékost egyre többször vetették be védekező középpályásként. A Franciaországgal jobb hátvédként világbajnokságot nyerő Benjamin Pavard pedig inkább közép hátvédként szerepeltetné a szakvezetés. A Bayern végül ideiglenes megoldást talált, mert a Real Madridtól megszerzett Odriozola csak kölcsönbe érkezett az idény végéig, ráadásul lapértesülések szerint vételi opció nélkül. A 24 éves védő 2018 nyarán nagy reményekkel igazolt a Real Sociedadtól a madridiakhoz, akik 30 millió eurót fizettek érte, de nem tudta kiszorítani a kezdő 11-ből Dani Carvajalt. Odriozola ebben a szezonban mindössze 5 mérkőzésen lépett pályára a királyaknál, így érthető, hogy váltani szeretett volna, a képességeivel pedig soha nem volt probléma. A spanyol élvonalban összesen 68 mérkőzésen lépett pályára, és 14 gólpasszt adott, gólja viszont egyelőre nincsen, ellentétben a spanyol válogatottal, amelynek színeiben már 4 találkozó elég volt neki ahhoz, hogy betaláljon. A védelem jobb oldalára megtalálta a megfelelő játékost a Bayern München, amely azonban még egy szélsőt is szeretne igazolni. A fő kiszemelt továbbra is Leroy Sané, de a Sportbild értesülései szerint a klub egykori játékosa, a jelenleg a Juventusban szereplő Douglas Costa visszaszerzése is szóba került. A lap úgy tudja, hogy a bajorok edzője Hans-Dieter Flick nemrégiben egyeztetett az erősítéseket illetően a klub játékos keretének szenátoraival. A hangadó csoportba állítólag Thomas Müller, Manuel Neuer, Robert Lewandowski és Joshua Kimmich tartoznak, akik a brazil szélső visszaigazolását ajánlották a szakvezetőnek. A 29 éves támadó 2015 és 2017 között játszott a Bayernben, amely 30 millió euróért vette meg a Shakhtar Donetsktől, és Costa nem is nyújtott rossz teljesítményt, hiszen 77 mérkőzésen 14 gólig és 27 gólpasszig jutott.
A brazil légiós azonban nem érezte jól magát Münchenben, úgy vélte, az akkori edző Carlo Ancelotti nem bízik benne eléggé, és a vezetőséggel is konfliktusba került. Így aztán 2017 nyarán kölcsönadták a Juventusnak, amely egy évvel később végleg megvette. A torinóiak összesen 46 millió eurót fizettek érte, vagyis pénzügyi szempontból a Bayern jól jött ki az ügyletből. Douglas Costa a Juventusban is hozta magát, de az elmúlt másfél évben sokat volt sérült, így a 86 összecsapáson szerzett 9 gólja és 18 gólpassza nem kiemelkedő teljesítmény. Szerződése 2022-ig érvényes, és a hírek szerint Maurizio Sarri számít rá, így nehéz elképzelni, hogy a Juventus hajlandó lenne megválni tőle. A Burnley elleni hazai 2-0-ás vereség még nyilvánvalóbbá tette a Manchester United szurkolói számára, hogy a csapatnak mindenképpen szüksége van az erősítésre. A támadósorban a sérülés miatt harcképtelenné váló Marcus Rashfordra hosszú ideig nem számíthatnak, így nagyon el kellene egy gólerős csatár. Az olasz Tuttosport értesülései szerint a klub egykori játékosának, a veterán Carlos Teveznek a leigazolása is felmerült a United házatáján. A vörösördögök a Premier League-ben eddig 24 mérkőzésen 36 találatra voltak képesek, ami nem éppen kiemelkedő, de nem is olyan rossz eredmény, ugyanakkor ennek több mint egyharmadát, 14-et Rashford szerzett. Márpedig a csapat házi gól királya hátsérülése miatt várhatóan legalább egy hónapig nem léphet pályára, így a klubnak jól jönne egy csatárigazolás januárban. A manchesteriek állítólag figyelik az Olympique Lyon játékosát Moussa Dembélét, aki hosszabb távú megoldást jelenthetne, de a Tuttosport szerint akár a rutinos argentin Carlos Tevez is érkezhet, ami viszont inkább tűzoltásra utal, illetve arra, hogy a vezetőség szeretné minél olcsóban megúszni Rashford helyettesítését. A 35 éves Tevez jelenleg a Boca Juniors játékosa, az ősszel 10 bajnoki mérkőzésen 3 alkalommal volt eredményes az argentin élvonalban, és a Manchester United állítólag kölcsönbe szerezné meg, 11 évvel azt követően, hogy elhagyta a klubot. Az argentin klasszis ugyanis 2007 és 2009 között játszott az Old Traffordon, 99 összecsapáson 34 alkalommal volt eredményes, és a klub szerette is volna megtartani. Tevez azonban inkább a városi rivális Cityhez igazolt, és ezzel a lépéssel közönségkedvencből közellenséggé vált Manchester vörös felén. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!